azért rengeteg fotózáson vagyok túl, de olyan fotózás, amikor az ember kisbabát vár, nekem ez másodszorra van. Annak a kisfiúnak, aki most van a hasamban, ez egy olyan kép lesz, amit ő lehet, hogy öreg koráig elrak majd. Nagyon sokáig kerestem például anyukámnak olyan képét, ahol nagy hasa van velem, és találtam, és ezek jelentenek igazából valamit. Szerintem ez a legjobb dolog a fényképezésben, meg a fényképben, hogy ilyen emlékek örökre ott vannak. Én attól érzem magam komfortosan, hogy nem csinálok semmit más, hogy nem kezelem ezt az egész helyzetet, ezt a 9 hónapot úgy, hogy ez most nehezebb, hanem ha nyilván nehezebb, akkor nehezebb, de ugyanúgy. Sportolok, nyilván egészségesen élek. Egyrészt, hogy idegesebb vagyok, mert kicsit aggódósabb vagyok, mint mondjuk az első kisfiamnál. Másrészt pedig van bennem egy ilyen hihetetlen békesség, szóval nagyon megbocsájtó vagyok most. Olyan dolgok, amik nagyon megbántottak volna mondjuk fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, vagy ami így kiakasztana, az gyakorlatilag úgy megy át rajtam, hogy így nem is veszem észre. Szóval mindenkivel is mindennel ilyen nagyon... Én most így a békét, tényleg a békét sugárzom.